Meg kell szüntetni a különleges ügyészi osztályt, azonban nem térhetünk vissza abba a pokolba, ahol azelőtt voltak a bírák és az ügyészek, nyilatkozta híradónknak Kelemen Hunor. Az RMDS szövetségi elnöke reméli, hogy az ezzel kapcsolatos módosító indítványok szeptember végén, október elején a parlament napirendjére kerül. Hetek óta vitatárgyát képezi a kormánykoalícióban a különleges ügyosztály sorsa, melynek felszámolása kapcsán eltérően vélekedik az RMDS és a Mentsétek meg Romániát Szövetség Szabadság Egység Szolidaritás párt. Utóbbi a korrupció ellenes ügyészségnek, előbbi a legfőbb ügyészségnek adná át a bírák és ügyészek által elkövetett törvénytelenségeket vizsgáló ügyészség tevékenységét. A kérdés kapcsán az RMDS szövetségi elnöke Kelemen Hunor mastábunknak kifejtette, meg kell szüntetni a különleges ügyészi osztályt, de nem mindegy, hogy mit teszünk a helyébe. Emlékeztetett, 6000 olyan ügyet indítottak el a korrupció ellenes ügyészek saját kollégáik ellen, amelyek közül szinte egyet sem tudtak befejezni, kifejezetten azért, hogy zsarolják az ügyészeket, bírákat. Emiatt úgy vélik, a különleges ügyosztály felszámolását követően a főügyészség mellett a legfelsőbb bíróság mellett működő főügyészi hivatalnak kell ellátnia ezt a feladatot. Meg kell szüntetni ezt a különleges ügyosztályt, nem kell visszatérni abba a pokolba, amiben voltak az ügyészek, mert engem állampolgárként egy dolog érdekel, hogy a bíró az ügyészektől, a politikusoktól, a titkosszolgálatoktól befolyásától mentes módon szabadon hozzon ítéletet. Mert nekem el kell fogadnom az ő ítéletét, és legyek biztos abban, hogy az ő ítélete az nem nyomásra született, nem külső nyomásra született. Ennyi érdekel bennünket, és ezért mondtuk, hogy ez a megoldás, amit mi javaslunk, ez a jó megoldás. Nem is beszélve arról, hogy a főügyészség, a legfelsőbb bíróság és semmitőszék, az az alkotmányos intézmény, amely a legfelsőbb bírói tanáccsal együtt tudja szavatolni az igazságszolgáltatás függetlenségét, tette hozzá. Kelemen Hunor megjegyezte, már áprilisban kormányülésen jelezte, hogy lesznek módosító javaslataik. Kormányülésen nem akarták megakasztani ezt a törvénytervezetet, de már akkor közölte, javaslatukat a parlament asztalára teszik, hangsúlyozta.